Főbb híreink. Kétnapos szolidaritási látogatást tett Izraelben Fónagy János, az Országgyűlés magyar-izraeli baráti csoportjának elnöke és Hiller István, az MSZP alelnöke. Az LMP szerint koherens, az energiatakarékosságot preferáló programokra van szükség a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. Az izraeli kormánynak ezen a héten kellett volna befejeznie a 2024. évi felülvizsgált állami költségvetés Knesset általi jóváhagyásához szükséges utolsó módosításokat. Mielőbb szűkíteni kell a politikai kommunikáció és a valóság között tátongó szakadékot, hogy a világ a konnektivitás korszakába léphessen, jelentette ki Szijjártó Péter. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Kétnapos szolidaritási látogatást tett Izraelben Fónagy János, az Országgyűlés magyar-izraeli barát csoportjának elnöke, és Hiller István, az MSZP alelnöke. Erről a delegáció két tagja tájékoztatott a programot követően. A magyar delegációt barátsággal fogadták, valamennyi tárgyaló partner köszönetet mondott azért, hogy Magyarország, a magyar kormány és Szijjártó Péter külügyminiszter kijár Izrael érdekében, mondta el a látogatásról Fónagy János. Hozzátette, a látogatás célja a meglévő kapcsolatok erősítése mellett a szolidaritás és az együttérzés kifejezése volt. A program részleteit ismertetve elmondta, hogy a magyar delegációt fogadta mások mellett Amir Ohana, a Knesset elnöke, Amichai Csikli, a diaszpóra ügyek és az antiszemitizmus elleni küzdelem minisztere, és Aliza Bin Nou nagykövet, az izraeli külügyminisztérium politikai igazgatója, valamint Izrael Eichler, az Izrael-Magyarország parlament barátcsoport elnöke és tagjai. Fónagy János beszámolt arról is, hogy a látogatás során felkeresték a gázévezet határát és azt a kibucot, amelyet a terrortámadás során elpusztítottak. Évről évre többen adnak vért a civil véradás program sorozatban, közölte a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a sorozat keretében szervezett szerdai véradáson Budapesten. Szalai Bobrovnicki Vince elmondta, hogy 2019-ben rendezték meg az első civil véradást, a mostani már a 10. alkalom. A program azért kapta a civil véradás nevet, mert azt a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága a civil közösségi szolgáltató központok bevonásával, valamint az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vörös Kereszttel együttműködve valósítja meg. A helyettes államtitkár felidézte, hogy míg 2019-ben 440 sikeres véradás volt a rendezvényen, addig a legutóbbi, tavaly őszi programban már majdnem 3000. Hozzátette, hogy a program sorozatban eddig már több mint 10 000 sikeres véradás valósult meg. Kitért arra is, hogy a kezdetekkor 21 helyszínen biztosították a véradás lehetőségét, jelenleg már 86 helyszínen várják a véradókat. Az LMP szerint koherens, az energiatakarékosságot preferáló programokra van szükség a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. Az ellenzéki párt azt várja a miniszterelnöktől, hogy hagyjon fel a zöldre festéssel. Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, megdöbbentő, hogy Orbán Viktor mennyire nem látja korunk kihívásait, amelyek nem csak az élhető környezetre, az egészségre mérnek csapást, hanem milliárdos károkat okoznak a magyar gazdaságnak. A szélsőséges időjárási viszonyok településeket sodorhatnak csődhelyzetbe, Kelet-Magyarország félsivatagos állapotba kerül, a gazdák tönkremennek, sorolta. Majd hozzátette, a problémákat tetőzi az akkumulagyarmatosítás, amiről a miniszterelnök évértékelőjében szerinte butaságok hangzottak el. Az ellenzéki politikus szerint koherens programra lenne szükség, de a kormányfő össze-vissza beszélt a zöld energiáról és az arra történő átállásról is. Külföldi híreink. Az izraeli kormánynak ezen a héten kellett volna befejeznie a 2024. évi felülvizsgált állami költségvetés Knesset általi jóváhagyásához szükséges utolsó módosításokat, amely 70 milliárd sékellel fogja növelni az állami kiadásokat. Bezalel Szmotrich pénzügyminiszter azonban a végső határidőig nem tette le a plénum elé az új büdzsét, ami úgy rögzített jogi mechanizmusnak megfelelően az összes minisztérium költségvetésének átfogó, összesen 76 milliárd sékeles azonnali csökkentését vonja maga után.
A költségvetési záradékokat a Knesset különböző bizottságaiban még mindig tárgyalják, hogy előkészítsék a plenáris ülés második és harmadik olvasatára, ami a pénzügyminisztérium becslései szerint március elejére várható. Minisztériumi források kitartanak amellett, hogy a kormányzati tevékenységekben nem lesz valódi bénulás, és kreatív megoldásokat találnak a sürgős esetekben történő pénzátutalásra. Izraelben kiadták az első hivatalos jelentést a Hamász iszlamista terrorszervezet október 7-én elkövetett szexuális bűncselekményeiről. A szexuális bántalmazás áldozatait segítő központok szövetsége hivatalos jelentést adott ki a Hamász október 7-i terrortámadásáról. Számos szexuális bűncselekményt csoportosan hajtottak végre házastársak, családtagok vagy barátok szeme előtt, hogy még nagyobb fájdalmat okozzanak, tehetetlenség érzését és rémületet keltsenek, áll a jelentésben. A szisztematikusan elkövetett erőszak áldozatai között voltak nők, lányok és férfiak is a támadás minden helyszínén. A legtöbb esetben az áldozatot megölték, összegezték a szemtanúk beszámolói és az összegyűjtött bizonyítékok alapján. Mindeközben az izraeli hadsereg jelentése szerint az elmúlt napon több tucat palesztin iszlámista fegyverest öltek meg a gázai övezet északi részén található Ceiton negyedben. Egy lakóépületben páncéltörő rakétákat és gépfegyvereket is találtak. Több rakéta csapódott a Damaszkus Kafr Susa nevű biztonsági őrizettel megerősített negyedébe szerdán, két ember meghalt, jelentette a szíriai állami média, Izrael téve felelőssé a légicsapásokért. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja nevű brit székhelyű szíriai aktivista hálózat szerint merénylet történt, és a lehetséges célpontról azonban a szervezet vezetője, Rami Abdelrahman nem beszélt. Kafr Susában található lakóházak, iskolák és egy iráni kulturális központ mellett a biztonsági szolgálatok erős őrizettel ellátott épületegyüttese is. A negyedet 2023. februárjában már érte légi támadás, amelyben iráni katonai szakértők haltak meg. Az izraeli hadsereg a hírt nem kommentálta. Az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség azt közölte, nincsenek iráni állampolgárok a halottak között. Mielőbb szűkíteni kell a politikai kommunikáció és a valóság között tátongó, most túl széles szakadékot. Ez az egyik előfeltétele annak, hogy a világ a konnektivitás korszakába léphessen, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új Delhiben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Indiai Ipari Konfederáció üzleti és fenntarthatósági konferenciájának miniszteri szintű plenáris ülésén mindenek előtt az utóbbi évek súlyos nehézségeiről beszélt, hangsúlyozva, hogy a világ jelenleg minden túlzás nélkül a veszélykorát éli, a globális gazdaság pedig az elmúlt időszakban több alkalommal is teljesen a feje tetejére állt, aminek nyomán új rend van kialakulóban. A koronavírus világjárvány nyomán ellátási láncok szakadtak meg, és gyárak zártak be. Az ukrajnai háború és az amiatt elrendelt szankciós rezsim részben ellehetetlenítette az eurázsiai együttműködést, illetve felszámolta az olcsó orosz energiahordozók és a fejlett nyugati technológiák kombinációjára alapozott növekedési modellt, sorolta. Az ukrán hadsereg tagadta, hogy elvesztette volna az ellenőrzést a Dnyeper balpartján lévő Krinki település hídfőállása fölött, ahogy azt egy nappal korábban Moszkva állította. Dél-Ukrajna védelmi erői továbbra is tartják az állásaikat, és jelentős veszteségeket okoznak az ellenségnek, jelentette ki a közösségi médiában az ukrán hadsereg déli parancsnoksága. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azt közölte, hogy orosz ellenőrzés alá került Krinki település a Dnyeper balpartján, Herszon megyében, ahol az ukrán hadsereg hídfőállás kiépítésével próbálkozott. Szergej Szojgu orosz védelmi miniszter pedig azt mondta, hogy Krinki visszavétele pontot tett a nyáron elkezdett ukrán ellentámadás végére. Krinki falu Oleszki és Novakavka között a Dnyeperben ömlő Krinka folyó partján fekszik, és szigetek választják el a folyó főmedrétől. A folyó bal partja orosz ellenőrzés alatt áll, de Ukrajna ezen a részen többször is megpróbált partra szállni, és Krinkinél a hídfőállást kiszélesíteni. Alekszandr Vucic szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy hétfőn kezdi meg a tárgyalásokat a parlamentbe bejutott pártokkal az új kormány megalakításáról, majd ezek végeztével felkéri a legesélyesebb párt kormányfőjelöltjét a kabinet megalakítására. Vucic a szerb közszolgálati televízió műsorában beszélt arról,
hogy megkezdi az egyeztetéseket mindazokkal, akik szeretnének vele beszélni, és tisztelik Szerbia alkotmányát, illetve törvényeit. A szerb parlament február 6-án alakult meg. Az új összetételű törvényhozásban a 250 helyből 129 jutott a legnagyobb pártnak, a szerb haladó pártnak. Ez 9-szer több, mint az előző ciklusban volt, és általa a párt megszerezte az abszolút többséget. A december 17-i előrehozott parlamenti választáson a második helyen a baloldali összefogás Szerbia és az erőszak ellen nevű listája végzett, amelynek így 65 képviselője került be a parlamentbe. A harmadik, az eddigi kisebb kormánykoalíciós partner, a Szerbiai Szocialista Párt lett 18 mandátummal. A parlamentbe bekerült még a Remény nevű jobboldali koalíció, valamint a civilekből álló Mi a Nép egy hangja nevű lista is. Romániában az idén esedékes választások összevonásáról készül dönteni a két kormánypárt, miután egy közvéleménykutatás is visszaigazolta, hogy a románok többsége is támogatja a választási menetrend egyszerűsítését. Jelentette be szerdán Mihai Tudose, a Szociáldemokrata párt, és a Rares Bogdan, a Nemzeti Liberalista párt vezető politikusa a koalíciós pártok egyeztetését követően. A Szociáldemokrata EP képviselő szerint a választások összevonásának módjáról régóta egyeztető, de annak módjáról mindeddig megegyezni képtelen kormánypártok egy szociológiai felmérést rendeltek meg, hogy megtudják, mit szeretnének a választópolgárok ebben a kérdésben. Bár konkrétabb adatokra nem tért ki, Tudose szerint a románok 60%-a helyeselni az összevonást. Bővebb információt a brajerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma főképp felhős időre számíthatunk, este helyenként kisebb eső is kialakulhat. A hőmérséklet jellemzően 10 és 15 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!